Családi napot rendeztek, fákat mérgezett, nőtt a betegforgalom a hőség miatt, 90. születésnapján köszöntötték. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2024. július 26-án 18 óra 5 perckor. Első alkalommal rendezett családi napot Karcagon a Római Katolikus Egyházközség. A helyszínen készült felvételeink következnek. Kedves testvérek, mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök egyházközségi családi napunkon. Bár még messze nem vagyunk a teljes létszámban a regisztrációk alapján, de üdvös és méltó, hogy ünneplésünket, együttlétünket, a napot szenteljük meg, és a mindenhatalmú Istennek adjunk hálát mindazért, amit kaptunk, hogy megérhettük ezt a mai napot, hogy együtt lehetünk. A Római Katolikus Egyházközség megrendezte az első egyházközségi családi napot az Erzsébet-ligetben, a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ melletti téren. 9 órakor tábori szentmisével kezdődött a nap, melyen egy-egy verssel közreműködtek a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda 8. osztályos tanulói, Kis Anikó és Tőkés Nóra, valamint a gitáros énekkar. Ezt követően Verez Zoltán plébános köszöntötte a megjelenteket. Kívánom, hogy mindannyian érezzétek meg az életben, nem csak a mai napon, egyébként is Krisztusnak a szeretetét, amelyen hozzánk jött, és adjuk tovább, és hívunk másokat is. Sokan mondják, hogy a misi ez unalmas, meg nem értik, mert nagyon sokan távolról találkoznak még ezzel, ugye egyháziskolából kvázi kötelező, de higgyük el, hogy ha elcsendesedünk egy pillanatra, kaphatunk élményt egy szentmisén, akár egy gitáros ének formájában megcsendülő hang segíthet bennünket, akár a szónak a jegyében, amit a pap prédikál, adhat egy olyan élményt, ami segít utána egész héten, hogy jól érezzük magunkat is, erőt merítsünk belőle. És persze, aki már közelebb áll az Úr oltárához, onnét már a kenyérből, magából, Jézus testéből táplálkozhat. Kívánom, hogy mindenki találja meg magát, és találja otthon az egyházban. Isten hozott mindenkit, és nagyon szép napot kívánok mindjártunk. A köszöntő gondolatok után a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda 2. B és 4. A osztályának táncos produkciója következett, majd a Vitéz László Báb Színház műsora várta a gyerekeket Fekete Dávid jóvoltából. A napot a Képmás Zenekar, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye emblematikus csapata zárta. A nap folyamán számos programból lehetett még választani. A zumba bemutató, a sportfoglalkozások, az óriás társasjáték, az arcfestés és csillámtetoválás mellett a Bengecseg Alapítvány kvíz és népi játékokkal, a Rummi Kup Klub, a Karcagi Rendőrkapitányság, a Karcagi Mentő Alapítvány és a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség bemutatókkal várta az érdeklődőket, a legkisebbeknek pedig dudorászó és dúdoló foglalkozásokat tartottak. Jászberényben a Szent Kúti templom kertjében tavaly óta valaki módszeresen pusztította a fákat. A fagyilkos lyukakat fúrt a fák törzsébe, és azon keresztül mérgező anyagot juttatott be, pusztulásra ítélve a méretes növényeket. A rendőrség most elkapta a tettest. A rendőrök elfogták a jászberényi fákat mérgező férfit. Jelezték nekem, hogy itt a Szent Kúti templom kertben egy platánfát furkál egy férfi, és valamit önt vele. Én jeleztem az önkormányzatnak, az önkormányzatunk pedig egy faszakértőt kihívott, aki megvizsgálta a fát, és olajszármazékot, tehát gázolaj volt beleöntve a fába. Ez tavaly júliusban volt. Én azt gondoltam, hogy mivel elindult egy rendőrségi ügy, abba hagyja ezt a furkálást, és a gázolajöntögetés, de sajnos nem hagyta abba. Tovább csinálta, a több lyuk is van már rajta, és látszik, hogy ennek a 30 éves platánfának a 90%-a már meghalt. Úgyhogy én ezt körülbelül 2 hete jöttem ide, és akkor láttam, hogy nem hagyta abba. Sajnos zavarja őt a falevél.
A Szentkúti templom kertjében tavaly óta valaki módszeresen pusztította a fákat. Ezzel a tettével egy 30 millió forintot érő juharral is végzett a fagyilkos. Körülbelül egy 30 éves platánfának az eszmei értéke 30 millió forint, úgyhogy ugye ez egy védett fafajta ráadásul. Itt van egy szent helyen templomkertben, madarak fészkeltek rajta, a port megkötötte, rengeteg eszmei értéke volt ennek a fának. Az ügyben a polgármesteri hivatal már korábban feljelentést tett, mivel azonban az elkövető kilétét ekkor nem lehetett megállapítani, az eljárást akkor felfüggesztették. Ez a platánfa ez nagyon tetszik neki, illetve ez már régóta 30 éve ültették, és nagyon, ez a dísze, egyik dísze a kertünknek, és most egy éve vettük észre, hogy valaki megfúrta és mérgezi, és nem lett semmi különösebb. Most a tavasszal ismét láttuk, hogy már valaki fúrta, és utána elkezdett a fa száradni, és egy-két hónap alatt teljesen tönkrement. És akkor nem régen, egy-két-három hete viszont megláttuk a másik fát is, hogy az is száradt ki, és nagyon sajnálom azt a fát, ha azt kivágják, mert ott lakik két kis harkály fióka. És most eltűnik nekik a zöld lomb, és ott lesznek védtelenül besüt a nap. És ugye, hát nem tudjuk, hogy én például nem tudom, hogy ki volt, de arra gondolok, hogy volt, aki panaszkodott, hogy a falevélbe, a sok falevél mind a ő kertjébe hol. Az új rongálási ügyben viszont a hivatal ismét feljelentést tett. Az új eljárásban a bizonyítékoknak köszönhetően sikerült azonosítani a tettest, aki egy 38 éves helyi férfi, akit előállítottak és rongálás büntet megalapozott gyanúja miatt ki is hallgattak. A forróság megkeseríti a nyári mindennapokat. Leginkább az idősek és a keringési betegségben szenvedők vannak kitéve a hőség káros hatásainak. Ez meglátszik a Karcagi Kórház sürgősségi osztályának betegforgalmán is. A fiatal egészséges szervezet sem tolerálja könnyen a kánikulát. Az idősek és a krónikus keringési betegségben szenvedők életét még inkább megnehezíti a forróság. Néhány nap után, amikor ilyen kánikula van, szép lassan elfogy a toleranciájuk, a tüneteik előjönnek, kiszáradnak, és a krónikus betegségeiknek a tünetei ilyenkor fellángolnak. Sokszor kiszáradás miatt érkeznek csak, de ugyanúgy mellkasi fájdalom miatt érkezhetnek szívbetegek, vagy fulladás miatt tüdőbetegek, ugyanígy. Idős krónikus betegek a hűvösbe tartózkodjanak ilyenkor lehetőleg, és sok folyadékot fogyasszanak. A hozzátartozók gyakrabban látogassák meg őket, ha látják, hogy már rosszabbul vannak, esetleg előbb bekerüljenek a kórházba, még könnyebb tünetekkel. A Karcagi Kórház sürgősségi osztályán 20-30%-kal nőtt a betegforgalom a hőség miatt. Ez azzal is jár, hogy a várakozási idő megnő, a betegek türelme véges, így az egészségügyi szakszemélyzet munkája is nehezebb. A tapasztalatok szerint azonban mindenki, aki a sürgősségire érkezik, türelemmel vár a sorsára, így a betegellátásban sincs fennakadás. Pedig a hirtelen rosszul létek miatt sorra érkeznek a betegek. Indultam az a busztal, és felálltam a padról, megszédültem, és a buszos azt mondta, hogy ő nem visz el, szólt a forgalmistáknak. Ők pedig kihívták a műtőt. A legtöbb esetben a kiszáradás vezet hirtelen rosszul léthez. A sürgősségin ilyen esetekben ásványi sókat tartalmazó infúziót kapnak a betegek, akik jellemzően néhány órás megfigyelés után mehetnek haza. Könnyebben válhat még a meleg áldozatává az, aki alkoholt fogyaszt kikapcsolódás céljával, sokkal kevésbé veszi észre a kiszáradásnak a tüneteit, és hamarabb kerülhet olyan állapotba, hogy orvosi ellátásra lesz szüksége. Az orvosok azt tanácsolják az időseknek, illetve a krónikus betegségben szenvedőknek, hogy lehetőség szerint hűvös helyiségben tartózkodjanak, miközben ne menjenek ki a tűzőnapra. Fogyasszanak a megszokottnál jóval több folyadékot, még akkor is, ha úgy érzik, hogy nincs rá szükségük. A hozzátartozókat pedig arra kérik, hogy gyakrabban látogassák idős hozzátartozóikat, és a rosszul lét legenyhébb jele észlelésekor kérjenek orvosi segítséget.
90. születésnapján köszöntötte fel az önkormányzat Sismis Sándorné Mészáros Máriát. Most az ünnepi pillanatokba önök is betekintést nyerhetnek. Sismis Sándornét köszöntötte fel családja és az önkormányzat a közelmúltban betöltött 90. születésnapján. Az ünnepeltnek Szepesi Tibor polgármester is dr. Zsembeliné Kovács Mária anyakönyvvezető nyújtotta át az önkormányzat virágcsokrát és az Orbán Viktor miniszterelnök úr személyre szóló jókívánságait tartalmazó köszöntőoklevelet, valamint a város ajándékát, egy tortát. Tessék megengedni, hogy ezen a jeles napon, ami nem sűrűn jön el egy ember életébe, és nem is mindenkinek jön el az életébe, ezen a jelentős napon, 90 éves születésnapján Karcagváros nevében, az önkormányzat nevében, magam nevében, kollégák nevében nagyon sok szeretettel gratuláljak. Jó egészséget kívánjak, és még hosszú boldog életet, éveket a családja körében. Köszönöm szépen. Tessék megengedni, hogy átadjam először is az önkormányzat nevében. Boldog születésnapot kívánok, és átadjam Orbán Viktor miniszterelnök úrnak is a jó kívánságait. Szeretettel köszöntöm 90. születésnapi alkalmából, Isten éltesse sokáig. Nagyon szépen köszönöm, drága. A születésnapi alkalmon egy dallal is felköszöntötték a szép korút. Az önkormányzat ajándék csokrának átadása után egy meghitt beszélgetés során folytatódott tovább a köszöntés. Marika néni elmondta, hogy nagyon nehéz gyerekkora volt. A háború során elvitték édesapjukat katonának, sőt a házuk is kapott egy lövést, amelynek következtében elvesztette két testvérét is. Már egészen fiatalon cselédként kellett dolgoznia, de később rátalált a boldogság, és megszületett gyermeke Tibor is. Dolgozott téglagyárban és konyhán is. Időközben két unokával és egy déd unokával is bővült a család. A szép korút arról is kérdeztük, hogyan és mivel telnek a nyugdíjas évei. Jól eltelnek, itt vagyok, idehozott a fiam, mert ott voltam magam egyedül. 16 évig voltam egyedül. Aztán Tibikém megvette ezt a kis házat, azt ezt az alsó épületet berendezte nekem. Azt már 11 éve, hogy itt vagyok. A szépkorú hölgy pihenget és tévézget a hétköznapok során. Marika nénit arról is kérdeztük, mi lehet a hosszú élet titka. Elmondta, nagyon sokat dolgozott, hogy megteremtse családjának a mindennapi betevőt. Fiával mindig egymás mellett voltak, és segítették egymást a nehéz helyzetekben is. Talán ez lehet a hosszú élet titka, mindig foglalkozni valamivel, és nem gondolni a rossz dolgokra. Egészségem legyen. Hál' Istennek egészséges vagyok. 90 éves. Nem vagyok beteg. A Karcag Televízió valamennyi munkatársa nevében szívből kívánjuk Marika néninek, hogy továbbra is ugyanilyen derűsen, szellemi és fizikai frissességben töltsön el még további sok-sok boldog születésnapot családja körében. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!